Az NVSC lovasként a Nyíregyházi Egyetem együttese a negyedik helyen várta a 9. fordulót az NB2 Barca csoportjában. Mindkét csapatból hiányzott két-két játékos, de az esélyek ettől függetlenül is a listavezető mellett szóltak. Nem is történt meglepetés a megyeháza dísztermében, 9 mérkőzésen az NVSC sakkozói bizonyultak jobbnak, 2 meccsen az egyetemisták győztek, 1 parti pedig döntetlennel zárult, így 9,5-2,5-re az NVSC nyert a találkozót. Az eredmény, én azt hiszem, hogy papírformaszerűnek is minősíthető. Minden esetre azért fordulatos mérkőzés volt, mert volt, ahol az NVSC szerencsésen nyert pontot, nyert partit, és az NVSC mindkét elvesztett partiját nyert állásból tudta elveszteni. De hát ez teljesen természetes, hiszen a mesterek is tudnak hibázni akkor, amikor nagyon magas hőfokú a küzdelem. Igen sportszerű volt a mérkőzés, tehát sakkbaráti hangulatban zajlott a küzdelem, de a táblákon ott azért nagyon-nagyon parázs volt a hangulat. Egymásnak estek a játékosok, és teljesen természetes, hogy egy jó 5 órás csapatbajnoki forduló alatt néhány parti megfordul, hiszen csak a gépnek nincsenek idegei, az embernek vannak. Az NVSC csapatára még 2 találkozó vár a bajnokságban. Meg kell még mérkőznünk Tiszavasvárival, papírformaszerű győzelmet ígér ez a mérkőzés, március 22-én az NVSC-nek, az utolsó fordulóban pedig egy igazán erős csapattal fogunk játszani, Hajdúböszörménnyel. Ennek a Hajdú megyei kisebb városnak igen erős sakkcsapata van, minden évben érmesek az NB2 küzdelmeiben, van külföldi játékosuk is, egy mexikói nemzetközi mester, és igen sok erős hazai Hajdú megyei játékosuk. Én bízok benne, hogy ezt az akadályt is sikerrel fogja venni az NVSC, és a végén az aranyéremért történő versenyfutásban mi fogjuk átütni először a célszalagot. Az NB2 Barca csoportjának élén az NVSC áll 73 ponttal, megelőzve a 69,5 pontos Szirma besenyőt. A megyebeli csapatok közül a Nyíregyházi Egyetem 46 ponttal a 6., a Tiszavasvári SE 31,5 ponttal a 11. helyen várja az utolsó két fordulót.